Angyal András, a Nonstop autós iskola vezetője. Angyal András vagyok, a Nonstop autós iskola vezetője. Immár nem is tudom, a nagyképű adik pedig nem, csak telik az idő. Át a hajam itt hullott el a vállalkozásokban, közel 30 most már kimondom éve. Az új világba a váltást követően én voltam a harmadik, aki a vállalkozást elkezdte. Hát, voltak problémák, mint minden úttörőnek, akik kitapossák. Nem voltak sablonok, nem voltak igazodási alapok, hogy hogy és miként, mi módon. Mindenre magamnak kellett rájönni. Az elején furcsa dolgok voltak, mert a múlt utánam jut, szó szerint, ahol dolgoztam előzőleg, elmarasztaltak. Mindig voltak nagy ünnepek, május 1-e, április 4-e. Hát ezt az én korosztályom, vagy az ezt utánam követők pontosan tudják, hogy milyen ünnepek voltak. Díjkiosztások voltak, pláne április elején, 4-én, ugye. És engem elmarasztaltak, meg kiléptem ebből a körből. November 7-én, a nagy októberi szocialista forradalom idejére már azt mondták, hogy egyszer előzőleg nem voltam római katolikus pap, sem nem körzeti főorvos, aztán elkezdte mondani a főnök, hogy most már nincs mit kihoztam, díjat nem hoztam, nincs jutalom, nincs oklevél, nincs anyagi elismerés. Viszont mindenkinek olyannak kellene lenni, mint akit elmarasztaltak április 4-én, hát ebben benne voltam én is, még az előző kettő, aki engem megelőzött. Hát így kezdődött, és onnan jöttek a népek hozzám dolgozni, hát mert ott még nem volt munka. Emiatt feljelentések értek, különböző atrocitások, főnökséghez kellett bemenni. Csináltuk, menni kellett. Aztán apránként lenyugodtak a kedélyek, lecsitultak az indulatok. Kialakítottam bizonyos adminisztrációs sablonokat, ki lett taposva az út, azért arra is jöttek a régi múltbeli, mert ugye az is öröklődött. Elmarasztaltak, pénzbüntetést kaptam, később kiderült évekkel, egy-két éven belül, hogy azért, amiért megbüntettek, azt én papírbeli, nem is tudom, hogy mondjam, még akkor internet nem volt, sablonjaimat használták, és meg kellett vennem egy szigorú bizonyati albumba, azt hiszem a 11 néhányból, közel 20-ból 6-ot vagy 7-et, ami a sajátomon, kis módosításokkal. Hát, már lestemre kell beszélni, mert így emelem magam, és nincs is gravitáció, de gyakorlatilag ez így történt, így történt. Igazi nagyverés, mert akkor még verés képpen címén gyanánt neveltek bennünket. Talán még túl is metszették az ágakat, nem tudom. Most se tudom ezt így megítélni, de ami miatt kikaptam, az a gesztenye volt, amikor iskolába kellett menni első napjáról, írtam is egy verset, és a zűlött fiú, aki késett, letette az asztalra. Mindenki vett belőle egyet. Kuncogta, bejött a bajzak tanár úr. Felelősségre von, mi szerint hun voltál, buksi füles, mondotta a volt, hogy mi ő is kapott 2-t, ez volt a gesztény. A másik, ami nagy, hatalmas élmény volt nekem, az a traktor. Akkorában még nem nagyon voltak gépek, ha zúgott a határban, szántottak, bármit csináltak, én a iskolába nem mentem. Az volt az iskolám. Hát kikaptam érte, de miután megjöttek, már katarzisom volt. Addig borzalmas volt átélni. Hát itt kezdődött ez a gépjárművezetés oktatása. Minden út messzire vezet, messziről jött, messzire vezet. Fú, hogy jutottam el odáig. Sofőrködtem, személygépkocsi, teherautó, autóbusz, a katonaságnál még motoros futár is voltam,
mindaddig, míg egy kislánya meg, szóval elment az idő. Később mentem be, a motoros futásságnak annyi volt, degradálódott a szerepem, a motor is megérintett. Autót szereltem. Aztán az autószerelésnél mondták ott többen a kollégák, hogy neked oktatni kellene nem szerelni, mert nem mondd el az ügyfélnek, hogy hogy kell ezt, hogy kell azt, a főfúvóka, az alapjárati, a gyorsítófúvóka, nem mondd el, hanem roncs el valamit rajta, hogy hozza vissza később. Hát te úgy vagy, szóval mindennek nevezte, csak nem okosnak. Addig mondták ezt nekem, mi valóban egyszer, hogy mondom, beiratkozok egy oktató tanfolyam. Majd aztán egy iskolavezetői tanfolyamon is jött ez így magától, az új világ ránk köszöntött. Ott egy közlekedési államtitkár, akivel együtt dolgoztam. Nagyon jó cimbora volt, kebertás, kenyeres pajtás. Mondottam volt neki, hogy van egy ilyen elképzelése. Akkor még a fővárosi önkormányzatnál voltak ezek a, nem voltak úgy miniszterek. Nem volt itt meg a struktúra. Elmondotta nekem, hogy ezt vigyek be tájékoztatót, szerződést csináljam, meg egy két dolgot a régi alapján, amit értünk abban a világban. Hát ugye meg volt egy nyomdafesték illatú papírzizegése volt a világnak, mert azt meg kellett őrizni, dokumentálni kellett. Letettem az, azt nem jó. Nem jó, nagyon katonaságra emlékeztél ott. Civilként, tiszteletdíjas civilként. Nem jó, nem jó. Formája, mert ez nagyon katonás. Másképp. Hát vagy öt fajta féleképpen, míg aztán elmegy. Magam rájöttem később, miután egy csiszolgatott később. E tekintetben ez volt az adminisztratív része a dolognak, és most is azt hiszem, ez dramatizálom túl, mert ez okozott a legtöbb problémát nekem. Maga az oktatás reményem. A múlt világban, tehát az elmúlt rendszerben, valahogy úgy jött, hogy valahogy úgy alakult, hál' Isten, egy kommunikációs problémá nincs, az érintkezése, kontaktussal sincs bajom, odahaza, ugye, adj Isten Józsi bátyám, tisztelettel, és itt, na, hol van a jó cserény, hát meg is lehetek volna, ha én ezt nem tudom, mert el kellett odahaza mondani a nagymise után. Valahogy megmaradt ez a, hoztam magammal. Küldtek a BKV-hoz, a jó ég tudja hány helyre, a Volánhoz, a rendőrséghez. És hát előadást tartottam, táblát vittem magam, hogy összetekerhető dolgot. Én úgy elfogadtam. Aztán hogy volt ez a, hogy dicsekedjek? Nem tudom dicsekvése. Hogy tetszik tudni, míg az ember magyarul beszél egy másik emberrel. Nem is tudja, hogy micsoda kincs az. Fogalma nincs, hogy ketten, hogy mit örököltek. Zimbabwei, angolai, Kambodzsa, Laosz, Vietnám, nem dél, észak, Korea, nem dél, észak, Jemen, megint elnézést, nem dél, hanem észak, tehát ami a Szovjetunióhoz közel esett. Állítólag Magyarországon akkor a világon a legjobban, legalábbis a szocialista táboron belül, meg az ellenkötelezetteket, ez a világ kétharmada volt akkor. Ezen a területen Magyarországon nem biztos, hogy a katona volt a legjobb, de hogy az oktatás a legjobb volt, az biztos. Ide jöttek ezek. Azt hiszem, 3 hónapot töltöttek itt. Nyilván válogatott gyerekek voltak ezek, még fiatalok. Majd katonatisztek, főtisztek, ezekből már ki tudja, hogy milyen státuszú emberek vannak ott különböző országú politikai egységekben, de ezeket kellett oktatni. Erre büszke vagyok. Nem is értettük egymást. Azt nem értem, hogy ma hogy van az, hála Istennek nálunk nagyon ritkán fordul elő, nagyon jó szakembergárda le a kalappal. Szerencsés vagyok. Szerencsés is. De hogy lehet az, hogy nem érti a két generációt? Most már a harmadik, negyedik, jön egy idős, van egy idős ember, 50 centire odaesik egy másik, megérintik egymás auráját, nem tudja a nevét.
ez nem tudja, hát tudja, mert ott van a vezetési kartonom, jön be, elmondja a problémáját, próbál az ember segíteni. Azt esik meg, hogy melyik oktatónál tetsz? Nem tudom. Azt mi a gépkocsi? Dízel vagy benzin? Hogy zúg? Keményen zúg vagy? Na, nem is figyel. Elő van a motor vagy hátul? Nem tetszett, még figyel. És itt tovább, tehát szót kell velük érteni. És fú, a katasztrófa van, amikor elmegy. Meg van hatódva, én is saját magamtól, én most én magamtól. Ő is meg van hatódva. És aminek nem sikerült, hogy feloldjuk ezt a kont, kicsi fiam, kicsi ágyam, tágabb tűrésért, tehát nagyobb toleranciát. Uram, segítsen mi, mert egy magyar ember, tetszik értem. Visszamegy, és ugye elsikünk a búsornak munkáján, és lelkünk is búsornak munkáján a ráncok. És ezt olyan jó elkönyvelni, megfárasztó is. Sokat beszélnek mostanában erről. Humán, embercentrikus, meg vannak ilyen nagyon szép, patetikus megfogalmazások. Ez felelősség. Az egymásra figyelés. A jó szocializálódás. Kinyitni arra, mert lehet, hogy olyan mintákat hozott hazulról, ami nem jó. Bántanék arra, mint az otthoni mintát. Mindjárt ilyenek vagyunk. Elítéli a másikát. Mond rá mindent. Vagy letekeli az ablakot, vagy csak a komforton belül. De a gyerek így nevelkedik föl. Mire ide jön, hozzám, akkor ára ő gyöngyharmat a családdal együtt. Ő is a gyöngyharmatnak egy darabkája. És így tért el szalaszálaton a szennyes Dunántiszán ennek a vizébe. Hát erről kellett meggyőzni őket először, hogy legyünk együttműködőek. Mindenki szeretne hazamenni épségbe. Nem a gyorsaság fontos. És hát, aki meg látom, hogy van, tehát a részeg azért részeg, mert berúgott. És a részeg akkor az ítélőképességgel van baj. Az én ítélőképességem jó, csak nem mondhatom azt, hogy részeg disznó. Hát hagyjam már kihúzanodni. Van úgy, hogy megyünk át falvakon, vannak szabályok. De hát ott meg búcsú van, temetés van, készfogó van. Lakadalom van a mi utcánkban, hivatalos vagyok oda. Én is. Figyelj oda. Legyél tekintettel erre is. Hát el fogok veszni itt a labirintba. Meg kell fogni őket az elején. Követ. Nem jóságosnak kell lenni, hanem következetesnek. A következetesség az visszaköszön. Mindig, általában, nem tudom százalékban, de aki nem következetes, annak nincs hite a szavának. Mondott valamit, szónokolt itt nekem, fellengzett, verseket idézett, és így tovább. Végig oda kell figyelni rájuk. Kollégákkal meg kell beszélni a bajokat, gondokat, egyeztetni kell, össze kell dugni a fejünket. Hiszen mi vagyunk a idősebb generáció, nekünk kell segíteni, még a szülőnek is szólok, hogy dugjuk össze a fejünket. Segítsük ezt a gyereket, ezt a lányt, ezt a fiút. Maradjon a gyerekben, nehogy kiessen belőle. És amikor megvan a jogosítvány erről a dologról, hogy tud lovagolni, hát azért annyi minden nem múlik, főként az emberen lovon. Segíts meg Isten új lovaddal a légi hű útra került, hogy csóbálványát nem eredjek, vagy csodák előtt. Minden nap vannak csodák. Még nekem is. Ezért kell óvatosnak lenni. Nem gyanakónak, óvatosnak figyelni ezzel a dologra, mert hamar megtörténik a baj. Hát ezekre próbálom, hogy biztonsági technikai vezetési norma szerint tanulnak ők. Csak hát egyik másiknál úgy elmegy ez a lovó. Ez már ugye nem lehet, ezt a fajtát még egyszer nem éri valami, ne legyen baj belőle. Addig ő azt hiszi, hogy, és úgy hiszi, hogy egy kard van a kezében, és vívni kell, pedig csak egy papírvágó kést kaptál, kicsi fia.
Hát, hogy ha szükség lenne rá, nem kell neked vívni, hát nem küzdelem ez. El szoktam nekik mondani, hogy katonaságnál, hogy ha elsősorban állt az ember, akkor nem mert a legyet se elfújni, a szúnyogat se, a súdanóban nem mert a lába megmozdulni, mert az első sorban a frontális részek mellett neki kiáll. De amikor azt mondták, hogy elsősor két lépést hátra a lég, valami csodálatos érzés töltött el az embert, valami fantasztikus lebegés, már meg tudtam a súdanóban mozgatni a lábam, fel tudtam fújni a szúnyogot. Kicsi jáim, kicsi fiam, elsősor két lépést hátra lép, hát így kellene ezt csinálni. Vannak visszajelzések. Kint külföldön, nagyobb rész külföldiek járnak, értel az 5-7-es dolog miatt intervall, ami ritkasság, hát ezt olyan 6-7 évet csináljuk. Most már egészen jó kialakultak itt, ott az elején mindig voltak problémák, akadt egy ilyen olyan dolog, de aztán az ellentmondások, mindig tovább lép az ember, már meg vannak el is a sablonok. És amikor megy ki szegény, ott kapottál olyan dolgokkal, hogy hihetetlen, a múltkor Svejzból hívott fel a kislán, hajnali 2 lehetett, néztem az órán, hogy 2 körül. Jókor hívom Bandi bátyám, ki volt tanár, oktató, Bandi bácsi. Hogy ne kicsi jár, már várhat, és mi van ezzel a jánya, hogy még nem hitt, ugye? Már mondom is az asszonynak felkeltettem. És akkor elmesélt a szegény az ugyan. És akkor mondom, hogy nekem neki nincs nyelvi problémája, nekem lenne, hogy mit kellene. Meg ezer ilyen dolog, útmutató, instrukció a tekintetben, hogyha már kint vagy kicsi járnak, kicsi fiam, akkor elérjél, arra ugye magamnak is jó, mert nem fog hajnali 2-kor feljönni. Föl van készül rá. Tehát úgy kell őket felkészíteni, ezt a mi fajtánkat, így mondom a magyart, amit esetleg kint nem tudom minek neveznek, hát nem nyugaton vagyunk, keleti vagyunk, tehát keleti, mit tudom, ázsiai, legyen európai. Hú, hogy fért ki a szám. Hát becsapja. Felejj meg az ottani normáknak, azt szerint viselkedj, mert ha megnézik, akkor látják, hogy magyar, de egyébként a vezetésed, a vezetés, a közlekedésed, hogy amely vezetni, hát az könnyű megtanulni, közlekedni, meg jó szocializálódni, ez meghatározó. Hát egy kicsit erre is büszke vagyok. Egy időben, amikor még rentábel is volt, hogy befejezem a mondatot, akkor akreditáltak voltunk. Annak volt egy olyan vonzata, hogy a tanulók 30%-os kedvezményt kaptak az államtól. Hát, madarat lehetett volna vele fogadni. Hihetetlen. Én erre alkalmas vagyok. Én hát többet szám első személy, mi az én vezetésem, mert a non-stop autós iskola KRT. Rengeteg munkával járt. Annyi munkával járt, mert mindent le kellett adni, az adminisztrációt is adminisztrálni kellett, hogy a párom a betlehemi kis Jézuska jászolánál volt már, öltöztette a karácsonyfát a szeretett jegyében, és rám telefonált, hogy mi van? Hát karácsony van, még mindig a papírokkal foglalkoztam. Később történt, hogy valaki ajánlotta okos, intelligens ember, hát ha már akreditálva vagyok, akkor nem lehetne izósítani is. Megtörtént. Mindentől féltem. A betyárjától féltem én mindentől. Ment. Csak annak meg az volt a vonzat, hogy fél évenként mindig jött valaki ellenőrizni, a papírt is le kellett papírozni, mindent el kellett menteni, biztonsági mentést, annyi munka megint. Úristen, mondom, hát ez nem igaz. Hát már nem is az oktatással foglalkozunk, hanem a minőséggel, az önmenedzseléssel és így tovább, hogy lássák a népek, hogy mi van. Aztán úgy jöttek a 30 sokan, már jutott izósítva is voltunk, ez tudatosítva adott az interneten, különböző helyeken, hogy a kórházakban az egészségügyi dolgozók, akik jó hozták a normát abban az évben, jutalmul azt kapták, akinek nem volt jogosítvány, hogy motorra, személygépkocsira jogosítvány, és más cégek is küldtek embereket, onnan kaptak 45 tanácsi dolgozók, köztisztviselők, állami alkalmazottak,
50-50%-ot. Hú, hát hogyha már ennyire ad, akkor én, nekünk is kell valami, tehát ez hihetetlen. 10%-ot kapott akkor a kép, akkor még azt hiszem 3 vagy 4 vizsga volt. 10%-ot ő kapott akkor, hogyha két vizsgája sikerült elsőre, ha mind a négy, igen, mind a négy, ebben az esetben meg 20%-ot, tehát ingyen volt. Na majdnem neki fizettek, hogy azért, hogy már majdnem ő szolgáltatott. Hát erre nagyon-nagyon, aztán ezek megszűntek, büszke voltam sokáig, aztán ezek megszűntek, mert mondták többen, hogy ez meg fog szűnni, és amikor, hát politikát nem szabad belevinni, de amikor arról volt szó, hogy reggel, délben, este nem mondom ki, hogy mi történt az igét illetően, akkor úristen, megmondták. Nem gondoltam, hogy megmondták, ez is valami fajta, nem tudom, pejoratív dolog volt az államtól. Nem megérdemelt kedvezmények voltak, megmondták. Megszűnt az akkor, nem volt értelme. Megszűnt az ISO automatikusan. Ettől kezdve valahogy érdekes, mindennek van még további vonzata, ez már anyagi előnnyel nem járt, hanem kiragasztom a portára, az ülőjút 66-ban, a üvegre, mi szerint fogyasztásvédelmi hivatal elismerése, legjobb cégben nem is tudom, illet volna már megjegyezni, és így több eszem első személy, már mi, az autós iskola Kft. A legjobb cég, és azt hiszem eltelt egy 3-4 év, mire kiírták azt is, hogy is Angyal András én Angyal András a vezetője. Hát akkor már büszkében raktam ki. Mindig félek, amikor mosom a ablakot kívülről, hogy esetleg ott vagy belülről, hogy vigyázzatok gyerekek, mert vagy általán most már laminált meg. De kiszívja a nap nyára, megint kell újat. Hát ez a csapatmunka, ez az odafigyelés, ez a következetesség. Mindig irigyeltem az olyan embereket, akik azt mondják, hogy mint szegény arra mondta, letiszem a hontot, tőlem ne várjon senki, de belőlem a jobb rész már kihalt. Ő csak mondta a jelképeset, nem tette a lantot, hogy én aztán leteszem a munkámat, érted? Engem az semmilyen érdekeltük kezdve. Hogy van az, hogy nem érdekelte? Mindig be van kapcsolva a rádió. Rádiótelefonok, bocsánat. Állandóan. Nem mondom meg, hogy hol, ott is be van kapcsolva. A hajamat mosom, sokszor az az érzésem, hogy csengj a telefon, pedig csak a fülem cseng, ez egy mánia, egy rögeszme, hogy nehogy véletlenül valaki a hívását ne fogadjam, mert a legnagyobb tiszteletlenség. A harmadik csörgése mindig felvett. Hát lehet, hogy ez is benne van a pakliba, ez az állandó készenlét, ez az odafigyelés, ez a gazda szeme, befejez a mondatot, növeli a jószág, gazda szeme, igen, izlalja a jószág. Hát így. Elkötelezettség nélkül ez nem megy. Bonzalom nélkül. Szeretem csinálni. Nincsen, hogy nem szeretem. Hát akkor milyen dolog az, amit én nem szeretek? Hát ugyan már egyfelől, másfelől. Ha már szeretetnél tartunk. Egyszer nagyon rosszul esett. Mindig ünnepségeken szokott kiélezedni a dolog igazán istenesen. Vagy csak akkor éljük meg. Dramatizáltam, frekventáltam a hatványán, föl az zeniten, hogy nem kapott, mondja a lányom, nem kapott szeretetet, elég szeretet. Hát ez úgy arcom csapok. Nem tudtam szólni, hát mi több nem voltó testvérek, mindenki kapott elég szeretetet, pedig hát a tizedét se kaptuk annak, amit mindegy, nem érdekes, ezt nem lehet számunkba mérni. Aztán eltűnődtem, hogy igen. Hát én közel 20-30 ezer emberrel fogtam kezet. Több-kevesebb ideig kapcsolatunk volt, verbális is, mindenféle. Nem a szeretet. Szoktam mondani telefonban, hogy az enyémeknek, oktatóknak, amikor bosszankodik, hogy nem ment így, hiába mondom úgy. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindenütt, meg együtt is külön a titkot, a szivárványt már elmondták előlünk, és nem megy, nem megy. Bátyám, öcsém, néni, múgom, vigyél haza még szeretetet.
Hát igen, ez nagyon fontos. A család, igen. Abból jöttünk, oda megyünk vissza. Mindig úgy teszi át az ember a küszöbben a lábát, hogy majd sikerélménnyel megy haza. Hát mert miért kellnék fel egyébként? Csak nincs ki kiszámítva, csak este, amikor belenézünk a tükörbe. Kicsit fáradtan, kicsit éhesen. Egy kicsit még zsong a fejünkbe, a szívünkbe a elmúlt dolgok, hogy mit kellett volna esetleg másképp. És van, amikor belenéz az ember a tükörbe, és nincs megelégedve magával. Volt idő, jeles fűsű volt a zsebben. Belenéztem, és meg voltam elégedve, amikor megfésülködtem, visszadaktam. Hát már nem is tudom, amit fésül. A hajam meg egyáltalán, szóval, de így 70 évesen. Azt mondom, hogy igen, a szeretet a legfontosabb dolog, hogy nem. Valóban a törődés, az egymásra figyelés. Még akkor is, ha azt a pofont kapja az ember, hogy nem kapott eleget. Hát nincs abból elég, hát az nem létezik. Meg lehet csömölleni a töltött káposztátot. Istenit, ha volt sírsebben a közében. Istenit. A húslevesről írtam levest. A húsleves az étke-kétke. Ott van születés keresztelők nagynapokon az ége, mindannak, ami úgy neveznek, hogy húsleves, az alfa, az omega, és még annyi mindent szoktam így üres percén, mert nem is tudom, két telefon közt írogatni. Hát, igen, meg a hit. A hitről írtam legutóbb, ami most már kopik, ele a fárad. Ami olyan erős volt, az lassan már nem a emberekbe vetett hit, hanem az a másikot, ha van olyan, hát itt szoktam kérdezgetni, meg szoktam kérdezgetni, nem válaszol szegény. Nem tudom, melyik írt okozta, égő csipke fenyérben nékem, ő meg nem jelent sem borban, sem kenyérben, nem méltatott rá, hogy én itt figyel. Azt hiszem torokrákban vannak, sokat cigizem, én is sajnos. Sokat cigizem. Hát, ezért elmarasztalom, még azért van sok dolog, amire elmarasztalom magam. Még több szeretetek kellett volna. Még jobban együtt kérdezni, azonosulni, hogy elmondja a saját problémáját, mert már az is megoldása elmondta, és bevilágítja a sötét sarkokat. Pásztázott a fényét. Nézd ma ott meg pókol. A betyárját. És itt a... Mit tudom én? Tehát már ez is. Megrontja a családi kapcsolatot, az összejövetelek során sajnos a politika. Meg is van adó, hogy nem politizálunk. Nem tudom, hogy a gyerekek milyen pártállásúak, hitvallásúak, világnézetűek. Ez a része nem érdekel. Mert ha elmerünk megvenni a metróba általában az vállalkozóként kártyára, meg nagy tételbe, ha már összejöttünk család, keret gyerek van jut eszembe, hát nem is szabad kimondani, hogy hány itt-ott. Névnapok, születésnapok, karácsony, húsvét, szentnapok, családi ünnepek, kikerülni a teraszra, és elkezd politizálni. Hát ember, először is logisztikáztam, pénzbe került, elhoztam. Nem is tudom, hogy így kiszámol a mesébe, hogy ilyen tizedik mit csinál. Te meg itt elkezded, most ki is voltál, nem mosod a fel. Hiszen is el belőle, azért így majd hoz vissza. És így tovább. Elkezd politizálni. Volt olyan az elején, hogy összejöttünk mi a szakmabeliek. És akkor kiderült, hogy az asszony, hogy nézze ezt ki, kinyalta magát, mint a szoktuk mondani népiesen, most a másik megint ugyanabban a ruhában, mint tavaly volt. Tavaly előtt. A fiúk meg ez egy fideszes, és nem mondom a jelzőket. Amaz meg nem mondom a jelzőket megint, hogy milyen pártállás. És itt tovább, megszűnt. Nincs értelme. Így még. Ez a személyes kapcsolat, meg a munka kapcsolat. Nem mehet másként csak a munkával, és a bérezéssel, és a megbecsüléssel. Szavaz bátyám, hogy vagy néni, becsém magam, és itt tovább. Ez az első, hogy mesél. Lát, itt így a gyerekről te. Hát már mindjárt mentek a kocsmába, a tányi kocsmába.
és így tovább. Tehát ezek a személyes kontakt fontos. Azt hiszem elveszted. Szeretet, elismerés, egymásra figyelés. Úgy szóval ezek a 20 alatt.